Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ami egy újfajta videó lesz itt a csatornámon. Elég sok haul videót csináltam már, olyat is, ahol én mutattam meg nektek a termékeket, olyat is, ahol Bence értékelte a termékeket, de ilyen videót, mint amit ma hoztam nektek, még soha nem láthattatok a csatornámon. És ez nem is lenne más, mint egy lookbook videó, ahol összekészítettem 5 outfitet, és ezeket szeretném nektek megmutatni. Ezek a termékek vagy Tally Bay-ből, vagy az American Eagle-ből vannak, és hogyha találok hozzájuk linket, akkor le is teszem őket, viszont amik nálam itt vannak, azok üzletből vannak. Ugyanis képzeljétek el, hogy egy-két hete megkeresett engem a Tally Bay, hogy lenne kedvem velük együtt dolgozni, és lehet, hogy páran láttátok, hogy voltunk is Timivel egy közönség találkozón, amit a Tally Bay rendezett, úgyhogy mostantól körülbelül havonta egyszer lesz egy olyan videó, ahol az ő termékeiket tudom nektek megmutatni, Tally Bay és American Eagle, és onnan fogok mindig összeválogatni különböző outfiteket. Hogyha ezután a videó után lesz ötletetek, hogy mit szeretnétek látni, milyen outfiteket rakjak össze nektek, akkor a következőre már aszerint fogok vásárolni, de most leginkább olyan darabokat vettem, amit online nem mertem volna megrendelni. Ez a felső is egy fális felső egyébként, avokádós, nem tudom, hogy hányszor mondtam már el a csatornán, de imádom az avokádót, és ez egy nagyon cuki kis crop top, semmi extra, de szerintem egy rövid nadrággal, egy sima farmerrel is nagyon jól tud kinézni. Ezt egyébként nagyon sokan kérdeztétek, van egy másik, azt is rengetegen kérdeztétek, hogy honnan van nyaklánc, és az az igazság, hogy ez egy Pepkós nyaklánc, és baromira tetszik, a párja is nagyon szép szerintem, az a hosszabb fajta, medálos, úgyhogy ha valakit érdekel, akkor csekkoljátok le. És ha bár azt már elmondtam, hogy honnan lesznek a termékek, azt is szeretném elmondani, hogy igaz, hogy ingyen kaptam a termékeket, de a videó nem szponzorált. Remélem, hogy örültök neki, hogy többféle terméket tudok nektek megmutatni, van lehetőségem bemenni, felpróbálni őket, és tényleg úgy összerakni, ahogy szerintem a legjobb lehet. Úgyhogy nagyon remélem, hogy tetszeni fog nektek ez a videó. Nem keveset dolgoztam vele, eléggé rágörcsöltem, ugyanis szeretnék tényleg jó outfiteket mutatni nektek, de így is többet beszéltem, mint szerettem volna, úgyhogy kezdjük is el a videót. Egy viszonylag lazább szettel szeretnék kezdeni, és ezt szeretném nektek megmutatni. Egy nagyon király fehér farmert választottam az American Eagle-ből. Fun fact, hogy soha nem volt még American Eagle termékem, ruhám, viszont két nadrágot és egy overallt hoztam el, mindent látni fogtok. A legjobb minőségű farmer, amit valaha hordtam, szerintem. A farmer, ahogy látjátok, egy mom jeans fazon. Nagyon szeretem mostanában ezeket a fazonokat. És fehér farmerből nem volt még egyáltalán ilyen fazonom, úgyhogy gondoltam, kipróbálom, hogy hogy is állna. És őszintén megmondom, hogy nagyon megtetszett magamon. Ehhez egy nagyon egyszerű rózsaszín, igazi Barbie rózsaszín felsőt választottam. Egy nagyon rugalmas, nagyon kényelmes anyagból van, egy teljesen egyszerű basic top, bordázott a felülete. Ahogy raktam össze az outfiteket, rájöttem, hogy cipőkből nagyon-nagyon rosszul állok, úgyhogy egy iszonyatosan régi cipőmet fogjátok látni, amit nagyon ritkán hordok már, mert iszonyatosan megviselt. Viszont mindenképpen egy fekete cipőt szerettem volna párosítani ehhez az outfithez. Ugyanis az utolsó elem, amit terveztem hozzá, az nem más, mint egy fekete farmer kabát. Mostanában elég laza a stílusom, talán mondhatom így, viszont a rózsaszínnel mégis egy kicsit megtöröm, és egy picit csajos hatást kelt. Ezután egy olyan outfitet szeretnék nektek megmutatni, amit nem nagyon hittem, hogy a csatornámon fogok mutogatni, ugyanis nagyon ritkán hordok rövid nadrágokat, mert nem kifejezetten szeretem a combomat, talán ezt mondhatjuk így. Nyilván tudjátok, hogy folyamatban van ez a művelet is, de ettől függetlenül még nem érzem magam teljesen magabiztosnak, de amikor elkezdtem nézelődni az American Eagle-os farmerok közt, észrevettem, hogy rengeteg mom és boyfriend fazonú rövidnadrág van, úgyhogy gondoltam, lecsekkolom, és ez a rövidnadrág, amit választottam, tökéletes olyan szempontból is, hogy pont eltakarja azt a részét a combomnak, amit nem szeretek, és kiegészíti azokat a részeket, amit viszont kifejezetten szeretek a lábamon. Egy nagyon egyszerű tallis kis felsőt választottam hozzá. Itt szeretném megjegyezni egyébként, hogy az összes felső hordható melltartó nélkül is ezeket leteszteltem, viszont szerettem volna, hogyha látjátok, hogy hogy néz ki, hogyha melltartót vesztek hozzá, és direkt nem egy pánt nélküli melltartót vettem hozzá, hogy lássátok, hogy milyen vastag a pántja, és hogy áll
egy teljesen egyszerű t-shirt melltartóval. A cipő, amit választottam hozzá, az egy magas sarkú kis szandál, hogy egy picikét csajosabb legyen, de természetesen bármilyen lapos talpú cipővel is jól tud kinézni. És emellé szerettem volna rakni egy kis jacket, hogyha esetleg este szeretnétek így elmenni valahova, akkor azért nem árt, hogyha van nálatok egy kis kardigán jacket. És amit választottam, az egy Farmer Ing, ez nekem egy régebbi ingem, és szerettem volna megmutatni egy kis trükköt vele, ami nem más, mint hogyha egy teljesen egyszerű hajgumit felhúztok a karotokra, rá a jackire, úgy tűritek fel az ujját, szépen utána eldugjátok, megigazítgatjátok, hogy ne látszódjon a hajgumi, tökéletes, nagyon laza, nagyon csajos hatást tudtok elérni, és nem kell újra folyamatosan feltűrögetni a kardigánok, ingek ujjait, bármilyen oversized ruhadarabnál igazából ez egy nagyon hasznos trükk lehet. Ezután van nekünk egy olyan szettünk, amit magamtól soha nem vettem volna meg. Ezt az üzletben mondták, hogy olyan próbáljam már fel. Ez egy papírzacskó fazonú szoknya, ami egy nagyon-nagyon rugalmas anyagból van, viszont farmer hatása van, anyagában mintázott egyébként. Magamtól sose próbáltam volna fel, de így, hogy felvettem, tetszett. Utólag valószínű, hogy egy kicsit kisebb méretet kellett volna vennem, úgyhogy egy kis trükkhöz folyamodtam itt is, ami nem más, biztosan nagyon sok helyen láttátok már. Egy cipőfűzőt befűztök a két oldalsó övbújtatóba, azt szépen elvezetitek hátra és megkötitek olyan szorosra, amilyen szorosra szeretnétek. Ezáltal a ruhadarab, akár legyen ez nadrág vagy szoknya, rá fog feszülni a derekatokra és nem fog elállni. Hátulról nem biztos, hogy a legjobban néz ki, attól függ, hogy mennyire nagy rátok az az adott termék, de ha képet szeretnétek csinálni, akkor biztosan egy nagyon király trükk. Egy teljesen egyszerű fekete trikót választottam hozzá, viszont itt a hangsúly a jackin van. Nagyon régóta szerettem volna ilyen rövid széljackiket venni, viszont egy az, hogy sehol nem találtam, kettő interneten nem szerettem volna rendelni, úgyhogy most egy kicsit betárasztam belőle. Az Instámon majd látni fogjátok azokat a ruhadarabokat, amiket most nem mutatok meg nektek, mindenképpen foglak titeket folyamatosan tájékoztatni, és ezt is ugyanazzal a fekete cipővel párosítottam, amit az előbb már láttatok, úgyhogy ez lett volna a harmadik outfit. Élesváltással következik a negyedik outfitünk, ami az a ruha, overall, amit a videó elején emlegettem. Nagyon szeretem az overallokat, nem tudom miért, de iszonyatosan imádom őket. Ez egy American Eagle overall, egy puha vászon anyagból készült. Nem elég, hogy overall, még csíkos is, ennél jobbat el se tudok képzelni. És egészen egyszerűen egy kis csajos estére gondoltam, úgyhogy felvettem hozzá egy magas sarkút és egy nagyon cuki mini táskát, és ennyivel konkrétan kész is van az outfit, természetesen egy farmer jackivel vagy egy blazerrel attól függ, hogy milyen helyre tervezel menni, fel lehet dobni, de egy meleg nyári napon szerintem így magában is megállja a helyét. És az utolsó termék, illetve outfit, amit szeretnék nektek megmutatni, az nem más, mint a szinszélyes, nagyon magas derekú fekete farmerem egy vintage pólóval. Nem tudom, hogy ennek a pólónak, trikónak a típusát hogy lehetne magyarra tökéletesen lefordítani, de nagyon régóta szerettem volna ilyet, viszont nem mertem megrendelni, mert nem hittem, hogy jól állna. És egy nagyon laza hatásért egy farmer jacket vettem még fel hozzá, viszont hogy egy kicsit mégis nőies legyen, felvettem az átlátszó magas sarkúmat hozzá, és kész is van az ötödik outfitünk. És ahogy láttátok, ezeket a termékeket választottam ebben a hónapban, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi a véleményetek róla, úgyhogy a szokásos módon várom a pontozási rendszert a komment részlegbe, remélem, hogy sikerült olyan termékeket választanom, amik nektek is tetszenek, hogyha bármelyik felkeltette volna az érdeklődéseteket, akkor megtaláljátok őket a Tali üzletekben, illetve a West Endben, az American Eagle-ben. Az Instámon látni fogjátok őket folyamatosan, néha ki is fogok tenni nektek egy-egy darabot, hogyha kíváncsiak vagytok rá és meg szeretnétek venni, akkor megtaláljátok. És hogyha valaki úgy dönt, hogy beszerez bármit, akkor Instán kérek képet, mindenképpen jelöljetek meg sztoriban, imádom látni, amikor jelölgettek sztoriban, általában ki is szoktam őket posztolni. És ezzel a videó végére is értünk, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot. Iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, és természetesen kövessetek Instán is, az Insta nevem mindig lent van a leírásban. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, a következő videómban találkozunk, sziasztok!